Szervusztok, szép jó estét mindenkinek, és örülök, hogy ilyen szépen összegyűltünk a térhang tudat per kettes workshopra és meditációra. Úgyhogy eszembe jutott egy olyan helyzet, amikor mi még nem is voltunk emberek. Vegyél el 2% DNS-t, és már is visszamentünk a cerkóf majmokhoz. És ha megnézed, még ezzel a plusz 2% DNS-sel sem mindig vagyunk szignifikánsan mások, mint a cerkóf majmok. És hogyha megnézed, hogy a dzsungelben milyen hang szólalt meg abban a térben, akkor rájössz, hogy milyen tudattal kezdtek el élni azok a nem is annyira főemlősök. Náluk sokkal, de sokkal keményebb, hidegvérű, meg rovar, meg egyéb társadalom él abban a dzsungelben. Tehát megszólal egy hang a térben, és minden tudat összerezzen, mert tudják, hogy jön az óriás kígyó. Teljes csend a természetben sosincs. Tehát mi most a természetben jöttünk ki, hogy csend legyen, mert az ember keltette zaj, az ember keltette dzsungelben, már szinte elviselhetetlen. Tehát úgy tűnik, hogy mi sokkal több zajt keltünk, mint a természet, és amikor ide kijövünk, akkor úgy tűnik, hogy csend van. De egy picikét benne élnénk a természetben, akkor rájönnénk, hogy azt a teret is betölti valamilyen hang, sőt, hangsorozat. És egészen más típusú üzenete van ennek, mint mondjuk az ember keltette dzsungelnak. Tehát megszólal egy hajóduda, megszólal egy kürt, megszólal egy éles madárhang. És mind a három jelenteti azt, hogy veszély. Veszély a vizen, veszély a szárazföldön, veszély a levegőben. Honnan tudjuk mindezt? Tehát honnan jön be a dzsungel lakónak az? Íj! És akkor ugye, hol van? Vagy, és akkor köd van, és akkor meg kell nézni, hogy hajóvonták találkozása tilos, ugye? Tehát mitől van ez? Tehát mit tanultunk meg? Hol van ez eltárolva, hogy a térben, ha egy ilyen hang megszól, akkor ilyen tudattal létezzünk? És a válasz az, hogy meg kell nézni belül, hogy valójában miből vagyunk mi összerakva, mint emberek. És az első nagy dolog, amit találsz, az egy ilyen hatalmas nagy terített asztal, elfogyasztatlan, félig elfogyasztott és belül meg nem emésztett ételekkel. Aztán meglátod, hogy van egy konyha, ahol ezt elkészítették, és van egy kamra, ahol az alkatrészeket tárolják. Most ez a kamra, ahol a hozzávalók és mindenféle tárolmány van, az a tárház tudat, ugye? Nem véletlenül. És ez a tárház tudat azért fontos, mert ebben van az összes info. Képzeld el, hogy a szakácskönyvet is, az összes zöldséget, hogyha hússal főzünk, akkor azt, az összes fűszert, mindent ebben a kamrában tárolják. És a konyha, az a hely, az már a hetes, az ítéletalkotó tudat, ahol eldöntöm, hogy mire van szükség. Tehát ehhez az ételhez sóra van szükség, egy kis karfiorra, egy kis tengeri moszatra, stb. És el is készítem. Tehát amit a 8. a kamrából kivettem, azt a 7. eldönti, ugye, a szakács tudata eldönti, és el is készíti. Ahol pedig föltállaljuk, az az étkező, az az asztal, és ez a 6., ahol az ember azt mondja, hogy na, hát akkor elkészült a karfiolleves, vagy elkészült a tengeri moszatleves, vagy kijött a rizs, vagy kijött a fűszer. És hogyha a szakácsnő elfelejtené, hogy hol van a kamra, elfelejtené, hogy mire való a konyha, elfelejteni, hogy mire való az étkező, akkor nagyon nagy probléma lenne. A dzsungelben ez ilyen, hogyha te nem emlékeznél arra, hogy ez a sikoltó hang veszélyt jelent, akkor a következő pillanatban elkapnak és megesznek. Hogyha a hajókürt, ugye felelőse a kapitány, nem emlékezne arra, hogy ilyenkor meg kell nyomni, akkor lehet, hogy két hajó összemenne. Tehát tároljuk az emlékeket a 8., eldöntjük a 7., hogy ezek mire valók, és a 6. pedig elvégzi a műveletet. Az az érdekes, hogy talán tudattalanul az ember a számítógépeket így teremtette meg.
Tehát így alkottuk meg a számítógépet, hogy legyen egy merevlemez, ez a tárház, legyen egy kontroller, ugye ez dönti el, hogy mi hova megy, és legyen egy CPU, amelyik feldolgozza az egészet, és a perifériák számára elérhetővé tegye. Tehát ha megnézed a tér, a hang és a tudat összhatását, az pont ezen a hármon múlik, hogy egy adott térben milyen hang szólal meg, és annak milyen jelentése, milyen tudati hatása van. És ezért imádjuk a zenét. Tehát a zene az a momentum, amikor a hatodik, a hetedik és a nyolcadik teljesen egyé tud válni, és ki tudod kapcsolni az összes többi fizikai érzékszervedet. Tehát az első ötből csak a hallást tartod meg, mert ez az egyetlen egy periféria, amire szükség van ahhoz, hogy a zenén keresztül a gondolkodó, ítéletalkotó és emlékező tudatod egyé váljon, és a benne megfogalmazódó éned eltűnjön. És mindez lehetséges. Tehát ahogy a dzsungel hangjai figyelmeztetnek, ahogy a város hangjai figyelmeztetnek, ahogy az emberi hangok jelentést hordoznak, ugyanúgy a zenének is van egy hatalmas, gyönyörű dolga, ez pedig az, hogy azt az ént, ami ezt az egészet elszenvedi, azt eltünteti. És nézd meg, a rave partiktól kezdve a koncertokig gyakorlatilag ugyanaz történik, csak kicsikét más kémiai töltettel, és más hanganyaggal. Amilyen teret megteremtesz, már befolyásolja, hogy milyen hangok szólalnak meg. És amilyen hang megszólal, az a tudatban bizonyos jelentést hordoz. De most sétáltatok egyet délután, valószínűleg nem csak beszélgettetek, hiszen nem csak az volt a cél, hanem figyeltétek, hogy mi történik a természetben körülöttetek. És minden hangnak üzenete van. Minden mozdulatnak valamilyen hangja, rezgése van. És talán ezért lehetett a régi indiai bölcsességben az az elsődleges, hogy a teremtés pillanata az egy rezdülés. Tehát amikor a rezzenéstelenből és a mozdulatlanból lett egy rezdülés, és valami megmozdult. Az lényegtelen, hogy ezt valamilyen szótaggal, mint óm, vagy egyébbel szimbolizálták, de ennek a mély jelentése az, hogy a rezzenéstelenből elindult a rezdülés, a csendből megszületett a hang, és ebből indult a teremtés maga, a zenéből, a világnak abból a szimfóniájából, ami ugye a regék szerint anyagiasult, lett belőle ez az öt érzékszerv által tapasztalható világ. És mindez egy hanggal indult, és ez a hang teret teremtett, ennek a hangnak jelentése volt, és ez a hang tudatokat hozott létre. Tehát ez a teremtés mítosz zenéje. Úgyhogy itt vannak profi zenészek, profi hallgatók, és profi gyakorlók, de mindenki kezdő a maga módján, és ebben az elvonulásban az a legszebb, hogy vissza tudunk térni a kezdetig. Vissza tudunk térni addig, hogy együtt ülünk délelőtt, és majdnem tökéletes csend van. Néha elcsattan egy-egy állkapocs, amikor ásítunk, ez rendben van. Néha megmozdulunk, és akkor megszólalnak a különböző ruha serdülések és sercülések, ugye? De alapjában, mivel csend van, és a tér nem mozdul, mert te sem mozdulsz. És akkor a délután, amikor ugye sétálunk, mozgunk, beszélgetünk, meghalljuk a hangokat, és adódik az este, amikor mindenről együtt el tudunk gondolkodni. Van egy érdekes momentum, amit szerintem már mindenki tapasztalt, és ez az, hogyha ülsz egy mozdulatlan térben, mert te sem mozogsz, és más sem, és nem történik látszólag semmi, még sincs teljes nyugalom. Azért nincs, mert a gondolataid viszont mozognak. A gondolataid rezdülnek. És ezt a rezgést a legtisztábban egy ilyen térben lehet tapasztalni, ahol semmi más nem történik, csak mi történünk, csak te történsz ott belül. És ez egy rendkívül érdekes, és néha teljesen lehangoló tapasztalás, hogy hát ez nem is én, hát én aztán ilyet nem. De igen. És akkor ezt az ember fogja, és felfogja, és a hangoknak, a belső rezdüléseknek az ilyen felfogása tényleg az együttérzésnek a forrása, mert meglátod magadat,
meglátod magad úgy, ahogy még nem is gondolkodtál magadról, és ezért meg tudod látni a másikat is sokkal közelebb a valósághoz. Sokkal inkább úgy, ahogy vagyunk, és nem úgy, ahogy szeretnénk magunkat ábrázolni, vagy szeretnénk magunkat hinni. És az is érdekes, ezt is mindenki tapasztalhatta, aki egy picit foglalkozott meditációval, hogyha ülés közben elkezdesz engedni a gondolatok folyamának, sőt, még esetleg bele is ugrasz, és úszol benne egy jót, akkor eltűnik a tér, és eltűnik a csend, vagy eltűnik a hang, mert a tudat elkezd dominálni, és a tudatban levő folyamatok leszűkítik a teret, és elzárják a hangokat. Vannak, akik heteket, hónapokat töltenek azzal, hogy pillanatról pillanatra térjenek vissza a hanghoz, és a térhez, és a tudat jelenségeit azt hagyják egy picit figyelmen kívül. És akik ebbe belekezdtek egy picit, azok már tudják, hogy ez mekkora meló, és hogy mennyire jövedelmező erőfeszítés, hát végképp nem százalékos profitban, hanem talán tudati tisztaságban. Tehát csak egy ilyen mozdulatlan, kristálytiszta térben tudod elengedni a tudatodnak azokat a mániáit, azokat a rigójáit, amiket életeken keresztül vittél magaddal, és azt mondja, hogy ez már pedig én vagyok, nekem ez jár, ne én, ez, stb. Tehát ezeket el lehet engedni. Ezektől meg lehet szabadulni. Csak ki az, aki ezt elvállalja, és egyáltalán miért? Mi előnyünk származhat ebből ebben a profitéhes világban? Hát talán az, hogy teljesítjük emberi házi feladataink egyik legnagyobbikát, és belátjuk, hogy kik vagyunk mi valójában, milyen rezgésekből tevődünk össze, és mely rezgéseket, gondolatokat szeretnénk továbbvinni egy újabb térbe, egy újabb tudatba. Magyarul, milyen hangokból állunk össze? Az a mi zenénk. Az, amivel a világot, ugye, vagy megáldjuk, vagy megátkozzuk, de ez a zenénk, amit kiárasztunk a világba. És hogyha a hangodat ki tudod tisztítani belül, a rezgéseid letisztulnak belül, akkor a világba is egy teljesen más üzenetet tudsz közvetíteni, és ez a jelenlét. Tehát a tudatodból jelenlét lesz, és a jelenlétből pedig akció és interakció. Tehát azért ülünk itt, és azért tisztogatjuk a rezgéseinket, hogy ezt a teret, ezt a hangot, ami ez a világ, nagyon-nagyon tisztán lássuk, és tisztán érezzük. És ennek a nyomán születhet valami olyasmi, amit úgy hívunk, hogy autentikus lét. Tehát amikor nincs gond az önazonossággal, nincs gond azzal, hogy véletlenül elkezdtem szerepet játszani, vagy belefeledkeztem egy rétegbe, és összecseréltem a részt az egésszel. Tehát amikor ez a probléma már nem áll fönt, akkor nagyon tiszták a rezgéseid, nagyon világosan tudsz kommunikálni, nagyon egyértelmű üzeneteket tudsz adni. És talán látjuk már azt mindannyian, hogy ez nem megy személyiségünk összetettségének a rovására. Ezzel nem veszítünk. Ezzel csak nyerünk. Nyerünk olyasmit, hogy nem értenek minket félre, nem keltünk illúziókat, nem keltünk hamis ábrándokat, és a többi, és a többi. És hogyha ez megvalósul, akkor a létünk teljesen át tud alakulni, mert megszabadul azoktól a diszonanciáktól, és itt nem a diatonikus skálának a különböző szépségeit értem, hanem azoktól a mélységes létdisszonanciáktól, hogy nem azt mondom, amit valójában gondolok. Nem azt teszem, amit valójában akarok. Nem azt mondom, ahogy érzek, és nem érzem azt, amit a másik mond, vagy amit gondol. És ekkor vész el a térbeli kapcsolat, a tudati kapcsolat ember és ember között, hogyha ezek a diszonanciák beállnak. És a közös gyakorlat az automatikusan adja, bármilyen módszert választasz, hogy ebben a térben, adott pillanatban közös tudattal bírunk. Ez nem az egyéni sajátosságaid eltörlését jelenti, szó nincs róla. Ez egy olyan tudattól tudatig való kapcsolódást, ami csak egy tiszta, csendes, világos térben valósulhat meg. Aztán ezt tovább lehet vinni az élet más területeire, de hát ezt kellő mértékben gyakorolni kell. És akkor ez a tiszta rezdülés megvalósul. És hogyha megvalósult, akkor ebben a tiszta térben fel tudod fogni mások rezdülését is. Mások hangját is, akár hallható, akár az infra vagy ultra tartományban van, mert néha
ultra kemény módon tudunk sikoltozni, vagy üvöltözni, vagy egyéb módon üzenetet küldeni, és ez az, amikor a másik befogja a fület, hogy né, hagyja békén. És akkor az ember kicsit lelassít, visszavesz, és meglátja, hogy valójában mi az a rezgés, ami ott bemegy. Mi az a tartomány, amit meghallanak. Tehát ez ilyen eszközökre, amikkel itt erősítjük, tároljuk a különböző dharma beszédeket, még rá van, 20-tól 20 kHz-ig kész. Na most az emberre milyen frekvencia határok vannak? Általában nem kilohertz, szerencsére, hanem az egy hé, hogy mondta? Na, ez benne volt, ezt szeretném még hallani. Vagy az, hogy hagyja még. És akkor ez biztos, hogy kívül volt. Tehát az itteni dolgaink egyike, hogy ezeket a határokat a lehető legtágabbra tágítsuk ki, és meghalljuk egymást teljes mértékben. Akár szavakkal, akár szavak nélkül. És ha így nézed, hatalmas házi feladatunk van mindenkinek. Mert egyszerűen nem halljuk meg, amit a másik mond. Nem érzed meg, hogy mi rezdült meg a térben. Nem akarod látni, hogy mi jön feléd a másikból. És ezt hívjuk hárításnak, elfolytásnak, stb. Ilyen blokkolásnak, egyebeknek. És ekkor lezárjuk a határokat, vasfüggöny, határőrség, infrakamera, drónok, és hogyha valaki beavatkozik a belügyeimbe, szitává lövöm. Darabokra. Darabokra. Most hogy lehet az életet úgy élni, hogy nem állítasz föl ilyen szöges drótot és pengekerítést, meg üvegcseréppel tetőzött betonkerítést? Tehát hogy lehet úgy védekezni, hogy nincs önvédelmed? Na, ez a házi feladat, ezt meg lehet valósítani, és egy aprócska kis segítség, ha van mit védened, akkor egy egész anyahajó, ármádia, hatalmas hadosztály sem elég, hogy azt megvéd. Ha nincs mit védened, akkor szabad vagy. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt tessék elrakni magadban. Ha van mit védened, a világ összes hadserege nem elég. Ha nincs mit védened, akkor üres kézzel jössz, és üres kézzel távozol, és közben szabad vagy. Jó? Úgyhogy ezek után nagyon szívesen fogadnám bárkinek a kérdését itt a gyakorlással, élettel, hangokkal, térrel kapcsolatban. Mondd! Nagyon tetszett ez a metafora, hogy minden ember egy dallam, vagy rezgés, egy frekvencia, és ennek mentén tenném fel a kérdésemet. Tehát, hogyha egy közösségben akár két ember is már egy kisebb közösség, nyilván a célunk az, hogy valahogy egymásra hangolódjunk, és a dallamunkat azt ugye harmonikusan együtt tudjuk játszani, hogy ezt megtaláljuk. Hogyan lehet ezt elérni? Tehát, hogyha én bejövök egy dallammal, és nem találom a közös ritmust, vagy közös hangnemet a másikkal, mert mondjuk ő Rittik C-durba akar játszani, én nekem meg az A-moll tetszik, mondjuk az pont passzol, mindegy. Mit tehetek ilyenkor? Hogyan lehet ezt harmonizálni? Hát az első és legfontosabb dolog, hogy ugye megnézzük, hogy a jó zenész hogyan zenél. A jó zenész az nem pusztán a hangszerét ismeri. Nem pusztán a játék technikáját tudja. A jó zenész az teljesen felfogja azt a teret, legyen az koncerttér, kamara, ahol a zene megjelenik. És ebből a térből dolgozik. Főleg az élő zene, főleg az azon nyomban változtatható élő előadás. Például a nagyon finom jazz improvizációkban lehet érezni azt, hogy a jazzzenészek teljesen együtt élnek, és együtt lélegeznek, együtt rezdülnek, nem csak egymással, hanem a közönséggel is. És ez az a kimondhatatlan, ami zenész és hallgatóság között van. Magyarul a zenész meghallja azt, ami
a közönségben van. És azon rezdülés alapján formálja a zenét az adott pillanatban. Na most ilyesféle zenészként kell nekünk is működni, hogy egyszerre halljuk meg, hogy mi van a másikban, és mi történik a térben, miközben mesterségünk legjavát szeretnénk nyújtani. Néha segít, hogyha abba hagyjuk, és azt mondjuk, hogy egy kis kadenciával szünet, tételhatár, mert nem biztos, hogy a saját zenénk játszása közben meg tudjuk hallani a másik szimfóniáját. És akkor nem értjük, hogy ez az iszonyatos diszonancia, kakofónia ugye honnan jön. Utána elkezdik valójában meghallani egymást, és nem egymásra erőszakolni a saját, ugye elég erőteljes hegedű versenyüket. És ez nagyon fontos, hogy néha tudjuk abba hagyni a zenét. És ekkor elhallgatunk. Ez ebben a templomban úgy van, hogy kiakasztom magamra a szilencium táblát, és nyugodtan hozzám szólhatsz, de én nem fogok visszaszólni. Ez ezt jelenti. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a csend gyakorlat, ez a másik ember rezdülésének, vagy éppen dallamának, melódiájának a meghallása. Egyben a sajátomé is, mert nem adom ki rögtön. Nem teszem azonnal nagy zenekari formába, és sújtom vele a környezetemet. És az a szép, hogy ezt mi emberek tudjuk szabályozni. A dzsungelben nincs ilyen. És hát a nagyvárosi életben se nagyon. Ezért fontos ez, hogy néha tudjunk elhallgatni, és ebből aztán érzékelni, hogy mi van a másikban. Ezért nagyon fontos a csend gyakorlata. És amit megláttál magadban, mint rezgéstípus, azt a másikban is meg tudod látni. És amit megláttál a másikban, mint rezgéstípus, azt magadban is meg tudod látni. De amit egyik helyen se láttál meg, az teljesen fehér folt, és ott viszont a világ téged tud bántani, megvezetni, manipulálni, stb. Ezért kell jó hallgatni. Jó? Mondd. Az én kérdésem is részben kapcsolódik a hanghoz. Azt szeretném kérdezni, hogy én meditáció alatt egy ilyen zörej megy a fejembe. Ezt hallom. És az lenne a kérdésem, hogy mi ez, illetve mit lehet ezzel kezdeni? Ez ilyen nagyon szabályos zörej? Igen, igen, egy ilyen állandó zzzz. De nem olyan, hogy mondjuk másodpercenként pittyeg. Nem. Jó, akkor ez nem az idegen lények rádiójele. Örülök. Hál' Istennek. Na. Tehát az a jó hír, hogy ez egy idő után minden meditátor fejében megjelenik, és ez nem a mellékhatása a gyakorlatnak. Tehát ez azért jó, mert rájöttél arra, hogy van egy olyan tudatfolyam, amelyik úgy bennünk egy bizonyos frekvenciával rezeg. Ez egy ilyen sistergés, mint amikor a tévében nincs adás, ugye, valami hasonló. Tehát ezt aztán lehet belül még úgy még jobban figyelni, és hogyha ráfigyelsz még, mert ez így különböző kis alfrekvenciákra szétválhat, ilyen kis magas, aztán ilyen mély, aztán még. Jó, tehát ez Szaturnusznak a gyűrűi, úgy tűnik, hogy egy gyűrűje van, aztán közel megy az űrszond, azt kiderül, hogy hát, több tucat. Jó? És ez attól még egy gyűrű, de ott a rétegek azok látszanak. Most ez az összes olyan gondolat, érzelem és egyéb tudatfolyamat, amit te tudatosan nem fogsz fel. És ott a háttérben ott perceg. Ez a háttérsugárzás, a tudaté. Egy újabb metaforával, ez körülbelül olyan, mint amikor a látóhatáron elmegy egy ilyen szuper express, és ez csak egy ilyen szürke csík. És egy nagyon távi, ennyi. Igen, viszont, hogyha közelebb mész a szuper express, az akkor látod, hogy azok kocsikból állnak. Ablakok. Az ablakokban ott vannak az utasok, és hogyha kellően közel mész és lelassítasz, akkor meglátod, hogy Mári néni Jancsi bácsinak átadja a szendvicset, mert már a hatodik órája utaznak, és ott, ugye, etetjük. Itt adjuk. Szóval ezt is lehet látni. De nem kell közel menni. Tehát ami onnan jön feléd, és amivel foglalkoznod kell, magyarul átlépi a tudatosság küszöbét, azzal foglalkozunk.
Tehát mi nem nyúlkálunk le különböző ilyen furatokon keresztül a tudattalan, és így nézegetjük, hogy mik lehettünk mi előző életünkben. Nem. Ha annak üzenete van, majd följön, majd foglalkozunk vele. Ha meg nem kell, akkor nyugodtan maradjon a távoli express vonaton, az viszontlátás. Jó? Az viszont biztos, hogy nem állítunk föl falakat, hogy ezt az előbb mondtam a bevezetőben, és nem próbáljuk meg elfalazni, hogy én mit lássak magamból, mit lássak a vonatból, hanem ami jön, az jön. Aki leszáll a vonatról, az leszáll. Tessék belépni, Párkány állomás, itt van a taxi. Ugye? Úgyhogy ez a rezgés, ez megint csak nem jó és nem rossz, ez ott van, ehhez közel lehet menni, ettől távol lehet maradni. Az üzenetét azt, amikor kijön és így artikulálja magát, hogy na, akkor most ez van, tessék velem foglalkozni, azt nem fogjuk eltaszítani, vonzani se nagyon. És akkor az ember szépen el van ezzel. Azért azt zárójelben megteszem, hogy ez el is tud csendesedni, ez a rezgés. Igen, igen. Ugye? Igen, rájöttem, hogyha nem foglalkozom vele, akkor egy idő után elcsendesedik. Ez így van. Elcsendesedik, és ez olyan áldott állapotnak is kitűnhet. Tehát, hogy ugyan nem történik semmi, és az nagyon jó. Tehát van, amikor nem történik semmi, és szétszaggatom magam, mert nem történik semmi, mert nagyon szeretném, hogy történjen valami, ez nem olyan, ugye? Nem történik semmi. Fincsi. És akkor nagyon jól vagyok. Eszembe jut. Ugye? Na, és ha eszed, akkor megint sistereg. Jó? Úgyhogy csak így tovább, elcsendesedik, oké, okay. Megsisteredik, oké, okay. Semmi van. Okay. Köszönöm. Szívesen. Más egyéb? Anna előbbi kérdéséhez hasonlóan eszembe jutott egy az itt szokásos meditációs gyakorlatoktól kicsit eltérő gyakorlat, és ez a mai sétán jutott eszünkbe egy többünknek, méghozzá a meditációs gyakorlat a szabadban. Előfordulhat-e, zen gyakorlók szoktak-e így gyakorolni a szabadban? Mi esetleg egyszer jobb időben majd kipróbálhatjuk-e mondjuk itt a zöld réten üldögélni a csöndben egy... Természetesen, egy hatalmas hagyományra tapintottál most rá, és nálunk is lehetséges ez. Jó idő lesz, kiülünk, azt úgy meditálunk. Jó? Köszönjük. Nagyon szívesen. Jó lesz. Ja. Szeretjük a zenét, de leginkább azt a zenét szeretjük, amit mi szeretünk. Hogyha hogyan tudom azt túllépni, hogy azzal a zenével is kibéküljek, ami nem tetszik? Tehát nyilván könnyű olyan közegbe, olyan helyen jól éreznem magam, ahol úgynevezett jó zene szól, tetszik, ami szól, akár legyen ez az én tudatom, mint tér. Mi a helyzet akkor, amikor olyan zene jelenik meg, amire azt mondom, hogy hú, ezt ne. Akkor mit tévő legyek? Az a zene nem tetszik. Hát akkor viszont rá kell nézni belül arra, hogy honnan jön ez a hú, ezt ne. Tehát nekem volt egy nagyon-nagyon komoly, borzasztóan komoly zenei tapasztalatom. Nem mondom a szerzőt, mert nem akarok befolyásolni senkit. Annyit mondok, hogy komoly zenéről van szó. És nem ismert szerző. Tehát nem egy ilyen ikon, akit most védeni kéne, de tisztességben nem mondom meg, hogy kicsoda. Egy ilyen kis kamara zenei koncert volt, és azt hiszem, hogy 1 óra 10, 1 óra 20 perc volt a produkció. A zenészek nagyon jók voltak, technikailag tökéletesen játszották el, és én még úgy nem kínlódtam soha. Tehát az első perctől az utolsóig, minthogyha egy ilyen láthatatlan recés késsel vágták volna a hallóidegemet minden egyes pillanatban, és olyan fájdalmat tudtak előidézni a halláson keresztül, hogy a végén a könnyeim potyogtak, és azt mondtam, hogy ilyen nincs. Hogy ilyet akusztikusan, diatonikus skálán, rendes, komoly zenei hangszereléssel még velem nem követtek el.
annyit mondani, ez az első világháború előtti kompozíció. Tehát a kezdete ennek a modern diatonikus zenének, és szerintem a zeneszerző megérezte, hogy ott nagyjából milyen őrületek jönnek, és legyártott először zenében. Aztán 2 évre rá elkezdődött a második világháború. És ez egy olyan élmény volt, hogy azt mondtam, hogy már csak azért is kellene vele foglalkoznom, hogy mi az, ami bennem ezt létrehozza. Tehát mi az, amivel én hozzájárultam ahhoz. Mi az én tonalitás igényem, vagy a szentséges pentatónia iránti imádatom, amit nagyon szeretek, mint népzenében, mint szakrális zenében. És itt olyan dodekafónia volt, tehát olyan elképesztő, hogy így kész. Tehát onnan indult ki, hogy minden hang egyenlő. Bennem meg nem. Bennem nem egyenlőek a skálák. Bennem hierarchia van. Bizonyos skálákat szeretek, és nagyra tartok, megszól valami D-durban, hát ez leborulás, tehát elképesztő. És el lehet csellengeni ámolban, és azok a kis gyönyörű bülbőszavú, kis hattyú szonáták, ugye azok szinte mind ilyen hangnemek. És ez így mind szép és jó, de nekem nem mondja senki, hogy a szentséges egyenlőség nevében én magamat tönkre kell, hogy tegyem. Na most, ha nincs az a zene, akkor erre nem jövök rá. Tehát mi az, ami belőlem kihozza ezt a reakciót? Tehát van az üresség természetű jelenség, a rezgéseknek egy bizonyos sorozata, amit mondjuk egy oszcilloszkóppal így le is így megy lefele, és én pedig zokogok tőle. Na hol van a kapcsolat az oszcilloszkópon így kimutatható, látszólag objektív, tudományos cucc, és az én belső mizériám, gyötrelmem, és így reszelt halló idegem között? Tehát mi az a tudatomban, ami ezt létrehozza? Most ez az, amit első körben meg kell nézni, és hogyha erre rátapintasz, akkor ettől felveszel egy lépés távolságot. És ez a nem azonosulás lesz az, ami el tudja veled viseltetni. Ezt hívjuk tükörszerű tiszta tudatnak. Tehát a rezgések közötti választás az egyik legfinomabb tapasztalatunk, és a zenei rezgések azok még durvák ahhoz képest, hogy egy emberből jövő rezgések milyen hatással vannak ránk, és hogyan tudunk választani emberek között, csak azért, mert ő így van jelen, a másik meg úgy. És még akkor nem beszéltünk semmi másról, csak arról, hogy megjelenik, és az a jelenlét, az a rezdülés jön belőle. Az a hangnem, az a skála, az a dallam. Úgyhogy akkor én ezt így megnézegettem magamban, és meghajtottam a fejem a zeneszerző szakmai nagysága előtt, és én a többet nem mentem el ilyen koncertekre. És ez nagyon sokszor van emberekkel így, hogy találkozol emberekkel, és azt mondod, hogy elismerem emberi nagyságát, vagy szakmaiságát, vagy segítséget, egyebek, de nem tudok vele lenni. Vagy pedig azt mondom, és ez a másik része, hogy lebontom magamban azokat a falakat, azokat a korlátokat, például a hangnemek hierarchiáját, hogy mi az, amit én a legjobban szeretek, kevésbé, és egyáltalán nem. És teljes tabula rázával, teljes nyitottsággal meghallgatom azt, és nem próbálok reagálni rá, hanem befogadom teljes mértékben azt a rezgést, amit az a zene kínál. Ezt is megteheted. És aztán megnézed, hogy egy idő után hogyan reagáltál rá. Eltöltöttél mondjuk egy órát a teljes semlegesség és teljes tükrözés állapotában, mert felvetted ezt a bizonyos távolságot, ami a tükrözéshez kell, és utána lereagáltad, hogy hú, hát mégis micsoda élmény volt ez így, hogy kikapcsoltam magam. Vagy pedig, hogy ilyet többet nem. Tehát ezt a pazarlást, hogy kimertem kapcsolni azokat a belső, legmélyebb ösztöneimet, amely alapján ítéltem jó és rossz fölött. Ez minden embernek a sajátja. Tudod? Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell bánni a rezgésekkel, hogy mivel látod őket, a saját rezgéseiddel látod őket, azokon keresztül, vagy pedig egy rezzenéstelen, tiszta, tükörszerű tudattal. Hogy ha átengeded magadon azt a rezgést, és teljesen át tud rajtad haladni, és te nem tettél bele semmilyen felületet, amiről visszapattanna, akkor nincs rád hatása. De ezt nagyon kevesen tudjuk megtenni. Az akadálytól mentes. Erről szó történet. De ha az akadálytól mentes tudat, az nem tudat. Azon keresztül megy úgy, hogy semmi nem történik, tehát gyakorlatilag meg se hallottad a zenét. Tehát ezért van az néha, amikor szülő azt mondja, kisfiam, ezt meg sem hallottam. Tudod, hogy ha meghallottam, olyan retorzió van, hogy kész.
ezt meg sem hallottam. Na ezért keresztül ment rajta. És ez nagyon összefügg a pillanatban való léttel. Tehát ha te ebben a pillanatban tudsz lenni, akkor át tudsz engedni magadon mindent. Ha pedig nem, akkor így hirtelen, mint a kis rétestész, így elkezdesz nyúlni, mert a múltnak egy pontjára rátapadtál, és ez szépen így nyújtja, és ez csak puk, elpattan ez a jelenlét, és akkor ezzel elpattan egy húr is, és elkezdesz pörölni amiatt, ami már rég nem jelen, hanem így elment a múltba, akár el is engedhetném, de nem engedem el. És ekkor akadály lesz. És ekkor szenvedünk. Marhára. Igen, korábban beszéltél arról, hogy a hang, hogy mielőtt nulla volt, és aztán, hogy az első blip, vagy első, és hogy a hang azt a teremtést, hogy így létrehozta. Ez a mítosz, tehát ne essünk kétségbe, tehát ez a mítosz, ezt a hinduk így gondolták meg még egy párat. Hogy jó, az hogy volt, azt nem tudjuk. Jó, én mérnök vagyok, akkor ősrobbanásnak hívom. Hívjuk, vigyázzunk, most van egy ellenelmélete az ősrobbanásnak, de ezért folytasd, igen, megvárom a kérdést. Az a kérdésem, hogy nyilván, hogyha semmiből mi oka lehetett annak, hogy az első blip így kinyilvánult, de hogyha most a megértésem szintjére lefordítva, én most 180, zenkörön 180-nak érteném, amikor blip nélkül vagyunk, hogy mi az oka annak, vagy mi lehet az oka annak, hogy eltérünk a 180-ból és rendülünk a többi felé, vagy hogyha az emberek közötti kommunikációra gondolok, nyilván van ezer válasz is, de hogy ha tudom, hogy mindenki alapban én is, és mindenki más is blip nélkül van, akkor miért kellene blippelnünk egymás felé? Hát mert az élet egy nagy blip. Tehát ha már életben vagyunk, akkor már blippeljünk egyet. Ez az egyik. Nekünk eseménytelen, unalmas és inhumán a dolog. De ha megragaszkodunk a blipekhez, akkor előbb-utóbb az életből állat lesz. És akkor csak ezeket a rezgéseket tudjuk egymás felé kommunikálni, és arra is vagyunk kíváncsiak a másikból. Tehát a két kérdés csak részben függ össze. Tehát a 180 fok az tényleg a rezzenéstelenség és a nem mozdulás, ez így van. De abban nem szoktunk megmaradni. Azért is, mert életben vagyunk, és előbb-utóbb újra kell használni a testet, és újra kell használni az érzékszerveket. Ez rendben van. De a másik az, hogy a 180 fokra adott reakciód az, ami kibillent onnan. Tehát ez nem elég. Mert te megkérdezed, hogy na és? Mi van ezután? Na, ezért nem marad meg a 180 fok. Tehát ugyanilyen kérdés, hogy akkor miért kell újra megszületnünk, ha mondjuk egy életben beláttunk mindent? Miért kellene újra megszületnünk? Azért, mert nem tartjuk elégségesnek. És ha egyszer elég volt, akkor aztán. De amíg nem elég, addig 180 fok, aztán reakció rá, visszaesel a nullára egy pillanat alatt, utána megint felkapaszkodunk, és a sziszüfoszi mit, ez az elér kegyetlen, mert ezt csináljuk életeken keresztül. Megint valami tanulság, aztán megint unalmas, és akkor megint legyártunk egy kis karmát, megint visszaesünk, megint meghalunk, megint megszületünk, és a többi, ez így körbe. Ha nem így lenne, akkor például tanulhatnánk a háborúkból. És nem csak a megvilágosodott gyönyörű tanítók tanítását kellene ilyen lámpással keresni, hanem tanulhatnánk a saját karmánkból is, de nem tanulunk. Nem elég. Tehát mennyi háború kell az, hogy egyszer abba hagyjuk? És a válasz az, hogy amíg ilyen tudattal születünk állandóan erre a földre, most kollektíve, mint 7 milliárd és így szaporodó emberiség, addig nem fogjuk megtanulni. Tehát egyszer ki kéne mondani, hogy elég volt. És akkor a 180-ban is meg lehetne maradni. A békében is meg lehetne maradni. A rezzenéstelenségben is meg lehetne maradni. Vagy amit reggelente elmondunk a menedékvétel és fogadalomban, hogy meg a teremtetlen üdvössége. És ezek nem üres szavak. Ezt meg lehet tapasztalni, amikor így a sistergés eltűnik. Vagy eltűnnek a rezgések. Vagy te, mint külön én tudat megszűnsz. Ezek mind ugyanazok. Ugye az a kérdés, hogy mikor elég. És amikor elég volt,
akkor tényleg elég volt. Ez döntés kérdése? Igen. Az emlélet ez, hogy mindig minden pillanata uralt, tudatos, átlátott, stb. De ez egy döntés kérdése, mint a macskája, hogy én most egeret fogok fogni, kész. Aztán lehet, hogy jön a kutya és megkergeti, vagy jön a gazda és így meghúzgálja jobbra-balra, de amíg a macska egeret akar fogni és megy utána, az előbb-utóbb meg is fogja. Tehát ez egy döntés kérdése, irányvétel kérdése, és nem másé. Utána a karmád az lőcsölhet jobbra-balra, és cincálhat szerte szét, egy idő után teljesíteni fogod, mert egyszerűen azt akarod. És mi van, hogyha azt hiszem, hogy elég, és közben menet közben rájövök, hogy mégsem. Tehát például... Akkor újra termeled, hát ez ennyire egyszerű. Tehát... Akkor rájövök, és kész. Aztán újra rájössz. Aztán újra termeled, aztán újra rájössz. És ezt csináljuk életeken keresztül. Én azt szeretném kérdezni, hogy a kegyelemnek, mint fogalomnak a zen buddhizmusban lehet-e szerepe, hogy van-e itt egy olyan faktor, például a megvilágosodásban, ami meghatározhatatlan, amit nem lehet kiérdemelni, tehát hogy szerintem van egy olyan része ennek az egésznek, ami által lesz teljes, vagy beteljesített a karma, vagy megvilágosodott az ember, és hogy egyetértesz ezzel, vagy mi erről a véleményed ez? Szerintem egy gyönyörű kérdést tettél fel, és azt mondom, hogy a megvilágosodásból következik a kegyelem. Mindenképpen egy teljes egyévállás kell ahhoz, hogy a másik helyzetét, érzetét, gondolatát átérezd. És csak ebből lehet aztán kegyelmet adni és kapni. Másképp nem megy. Az együttérzés gyakorlása az ez. Köszönöm. Szívesen. Tehát, amikor Sung Zhan mesterhez oda ment valaki, és mondta neki, hogy miért nem osztasz levest az utcán, és miért nem segítesz a hajléktalanoknak, akkor azt mondta, hogy én már mindenkit megmentettem. Uh-huh. Tehát, hogyha így nézzük, akkor nincs kit megmenteni. Még nem úgy nézed. Ha eléred, amit Sung Zhan mester elért, akkor úgy nézed. Még nem. Afelé haladok. Oké. Okay. Majd szólj. Ja, jó. Köszönöm. Oké. Van egy munkahely, ahova bedolgozok. Elég ritkán járok oda. És van ott egy csoport, akivel egy együtt dolgozok, teljesen mindegy, hogy milyen munkakorban dolgoznak. És a csoporton belül vannak kisebb csoportok, ahol én úgy látom, hogy van egy egyén, aki nem biztos, szándékosan biztos, hogy nem, de bomlasztja azt a picike csoportot, ami már amúgy is már pár kisebb csoportból áll. És a saját csoportján belül is bomlasztó lakhat. Amit én nem tudom, hogy ő tudja vagy nem tudja, az nyilván látszik az egész csoporton, hogy amikor ráerőlteti az ő gondolatait és az ő akaratát a többiekre, akkor az a többi csoportnak nem tetszik, és ezt mégis időről időre megteszi, és időről időre ezt folytatja. És azt szeretném megkérdezni, mit lehet ez ilyennel csinálni? Hát egy ilyen kérdéssel, Gyuri, azt lehetne csinálni, hogy mondjuk meg lehetne tölteni tartalommal. És akkor esetleg tudnék is rá válaszolni. De most nem tudom, hogy az egysejtűek társadalmáról beszélsz, hogy a többsejtűvé válás konfliktusai zajlanak, vagy egy MLM cégnek a különböző leosztott ugye, dolgai, vagy pedig valami teljesen más, egészen embertelen környezetben történő interakciókról van szó. Miért? Mert a kérdésnek nincs tartalma. Ez egyetlen probléma. És hogyha lenne tartalma, akkor lehetne rá válaszolni. És az én kérdésem az, hogy szeretnéd-e ezt? Nem feltétlen. Akkor nem tetted fel a kérdést? Köszönöm. Szívesen. Közben visszatérnék az előző kérdésemhez, mert azóta gondolkodtam a válaszom a kegyelemmel kapcsolatban. És végül is egy megerősítést szeretnék kérni, hogy tehát akkor miután a kegyelem a megvilágosodás után, vagy abból következik,
akkor a megvilágosodás maga viszont teljesen önerőből, mindenféle külső tényezőtől függetlenül elérhető valami. Tehát nem. De akkor mégiscsak múlik valami olyanon, amire egyáltalán nem vagyunk kihatással? Nem. Jó. Tehát múlik, nagyon sok minden nem múlik. Általában azon múlik, hogy találkozol-e megfelelő időben és helyen a tannal, a tanítóval és valamilyen tanítványi közösséggel. Tehát, hogy az életedben jelen van-e az a pillanat, amikor a megvilágosodás útjára térhetsz. És ezt valahol ki kell érdemelni. És ez az érdem, ez nem ez az érdem, azért meg kell dolgozni, és ez sokkal inkább ugye az előbb elhangzott kérdés döntésén múlik, hogy eldöntötted-e, hogy eléred a felébredést. És ha egyszer eldöntötted, akkor mész-e abban az irányban. De amíg oda elérsz, az a kegyelmi állapot, az megfogalmazhatatlan. Tehát nem tudjuk, hogy ez az egész hogyan valósulhat meg a maga pillanatnyiságában, sérülékenységében, érzékenységében, de kísérletet teszünk rá, hogy megvalósítsuk. És a megvilágosodás műve pontosan ilyen, nem tudod, hogy hogyan tudod véghez vinni, csak azt tudod, hogy milyen irányba szeretnél menni, és ha megnézed, a tanítás megmondja, hogy milyen irányba ne menjél. A Szívszútra az pont erről szól. Az megmondja, hogy legyél szíves, hogyha tényleg ezt szeretnéd, hogy juss át a túlsó part és válj Buddhává, ne azonosulj ezzel és ezzel és ezzel és ezzel. És hogyha te nem azonosulsz ezekkel, akkor előbb-utóbb odajutsz. És bejutsz abba, amit úgy hívhatunk, hogy kegyelmi állapot, de sokkal inkább az általad gyakorolt együttérzés és kegyelem, sem mint valami, amiért te gépeltél, és egyszer csak lenyomtál jól egy enter gombot, és akkor fölülről kaptál valamit. Vagy van, vagy nincs, ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy a saját erőfeszítésünk nem nélkülözhető. Van egy olyan, hogy azt érzed, hogy jó helyen vagy, jó időben, jó emberek között. Na, ezt mondanám kegyelmi állapotnak, és nem valami absztrakt, ugye, hipotetikus, felső, egyszemélyes leíratot. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy ne gondolkodjunk ilyen, hogy ne érezd meg azt a harmóniát, azt az egyéválást, ami az adott helyen és időben megvalósulhat, és ha megvalósul, azt hidd el, mert az a tiéd. És ezt lehet nagyon sokféleképpen nevezni. De én inkább arra összpontosítanék, ahogy mi fordulunk mások felé, ahogy mi fordulunk a többi ember felé. Ez sokkal fontosabb. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet mondjuk egy családtagon segíteni, hogy jobbá tegye az életét, hogyha sem példával, semmivel nem lehet kondicionálni a jobbra. Lehet-e ilyenkor bármit tenni? Igen, ki kell lépni a családba. Nem vicc. El kell hagyni a családot, önálló életet kell élni, és egy pár év után visszaköszönni. Nagyon nehéz a szülőkre hatni. Főleg gyermeki pozícióban. Igen. Tehát nem lehet őket nevelni, tanítani. A szülők azok reménytelenek teljesen, mert ők mindig szülők maradnak, és mindig azt mondják, hogy kislányom, hogy gondoltad? Na, szóval... Mire föl? Szóval a lényeg az, hogy a szülők teljesen taníthatatlanok, viszont hidd el, hogy a szülők nagyon figyelik a gyerekeket, mert ők azért nagyon viszont akarják látni magukat bennünk. És ha ezt megengeded nekik, akkor egy kicsikét kevésbé aggódnak. Érted? És egy kicsikét jobban biztonságban érzik saját magukat. És nem meggyőzni kell a szülőket, vagy visszatanítani, hanem engedni, hogy a példádat meglássák, és azt látják, hogy te úgy bízol önmagadban, hogy közben nem vágod el a velük való kapcsolatot, hogy megadod nekik, amire szükségük van, de nem feltétlenül teljesíted, amit akarnak, akkor egyszer csak elhiszik, hogy amerre mész, az jó. És el fogják ismerni, mert hát az eredmények önmagukért beszélnek, mind a külvilágban, mint pedig a családbel kapcsolataiban. Tehát éld az életet úgy, ahogy tényleg a legjobb hited és a legalaposabb tudásod diktálja,
és az eredmények önmagukért fognak beszélni. És hogyha ezt olyan nyitott szívvel csinálod, hogy ugye a szüleidet beengeded ebbe a térbe, hogy meghallod, amit mondanak, de nem feltétlenül teljesíted az akaratokat, mert a saját életedet kell élni, és nem az övéket, akkor előbb-utóbb beáll egy olyan harmónia, amiért nagyon sok kompromisszumot kellett kötni, de egyikötök sem adta föl önmagát. Ez lehetséges. Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan szeretnék kérdezni. Hasonló folyamat megy végbe a szüleim és köztem az elmúlt, lassan most már 3 év alatt. Illetve, hogyha hozzáveszük az előtt elmúlt hasonló útkeresésben telt éveket, akkor már ez többnek is nevezhető. Jó úton járunk, a szüleim meg én együtt, mert többeteknek meséltem, hogy ők itt is jártak a templomban, tegnap elhoztak. Hasonló harcokat kell nálunk is vívni, és apukám többször föltett már egy valószínűleg az ő szempontjából szinte megkérdőjelezhetetlen kérdést. Apukám tanár egyetemen, tehát ő is ilyen nagyon szakma és szakmaiság és megfelelbezhetetlen kérdések és válasz. Akkor önnek általában igaza van, így van? Igen. Azt a kérdést, vagyis azt a hozzáfűzést szokta tenni, amikor már más nem tud mondani, hogy ez nem a mi kultúrkörünk. Hozzá kell tennem, hogy az elmúlt időszakban ez a kérdés már nem nagyon hangzik el, ez az útkeresésem korábbi időszakában hangzott el többször, mostanában már nem. De amióta itt vagyok évek óta stabilan, és látják, hogy ez nekem is jó. De korábban ezt a mondatot többször hallottam tőle, hogy ez nem a mi kultúrkörünk. Ilyenkor mit lehet tenni? Vagy lehet erre válaszolni? Ilyenkor mélységes alázattal és meghajlással fel kell tenni a kérdést, hogy apa, akkor mi a mi kultúrkörünk? És akkor mond valamit. Igen, mond. És akkor tessék annak csak az eredetére rákérdezni. Rögtön földrészhatárt kell bontani, legalább a közel-keletig, de lehet, hogy Észak-Afrika, lehet, hogy Perzsia, és akkor meddig szeretnénk kultúrkörbe visszamenni? Meddig? Tehát szeretnénk az egyiptomi mitoszokig visszamenni, és addig a rituálék, amely egyébként a katolikus egyház alapja? Az Ízisz kultusz, amiből Mária kultusz lett? Szeretnénk odáig visszamenni? Szeretnénk esetleg az európai tudományosság arab gyökereig visszamenni? Vagy amikor a középkorban az iszlám kultúra és a Dél-Európába beszűrődő, ugye, igencsak nem európai hatást tartotta fönt a műveltséget, a kultúrát, és szeretnénk idáig. Mi a mi kultúrkörünk? Tehát, hogyha kellően föl vagy vértezve kulturális tudással, akkor úgy ki tudod tágítani a kultúrkört, hogy apuka fején egy darab haj nem marad. Nekitépte. Tehát nem fog... Igen. A határai között megmaradni, mert nem tud. Hát hol van a kultúrkör? Hol van a határa? Ez egy kicsit játszmaszerűen szokott folytatódni ez a beszélgetés, mert én természetesen ugyanezeket válaszolom neki, és hát mivel a viselkedése alapján általában tévedhetetlen és támadhatatlan, így hát sajnos nehéz még ezekkel a nagyon biztos tényekkel is nehéz meggyőzni. Tehát akkor elhangzik az, hogy de az 2000 évvel ezelőtt volt, és az mennyire régen volt, és tehát ő is érzi azt, hogy nem jók az érvei, de neki kell, hogy igaza legyen, így mégis tévedhetetlennek és támadhatatlannak érzi magát, és bizony előfordult, hogy egész egyszerűen megsértődött. Jó, akkor ilyenkor ki kell kerülni a kultúrkörbe, és be kell őt vezetni mondjuk akár a nappaliba, akár a konyhába, ahol mondjuk egy koreai vagy japán készülék van, és ez nem a mi kultúrkörünk.
Ez jó, megy. Köszi. Igen. Elektronikából ugye tudunk importálni, de szellemiségből, ha importálunk, az gáz, ugye? Nincs rá garancia papír. Azt hiszem. Jó, tehát bármi módon, ami Freki bemegy, ott. Ha apukának nem megy be a kultúrkör, mert ekkora nagy évrendszerrel és könyvtárnyi tudással rendelkezik, ott, ahol rés van a falon, ott. Nem a mi kultúrkörünk. Ettől tudok frászt kapni. Kettőt is. Egyéb kérdés? Nekem ilyen gyakorlati kérdésem lenne, hogy mit lehet kezdeni a kudarc élményekkel, hogy, tehát például azzal, hogy nap mint nap, minden nap ugye nekindulok egy napnak, azzal az elhatározással, hogy hogy fogok viselkedni, meg már lehet, hogy ez eleve hiba, hogy ilyen elvárásokat támasztok magam iránt, de mégis tehát alapvető elvek mentén próbálok létezni, és tehát egy napon belül többször ér kudarc ezek miatt, és hogy hogyan lehetne ezen valahogy kreatívan vagy úgy túllépni, hogy az jó legyen, mert így állandóan az van, hogy így leülök és fölállok, és így erről szól minden, hogy ezt valahogy így kiegyensúlyozni, hogy lehetne. Ehhez meg kell nézni a Borz napja című filmet. Angolul Groundhog Day. És ez azért gyönyörű film, mert úgy kezdődik, hogy egy forgatócsoport kiszáll, hogy megnézze, hogy a borz aznap kijön-e a barlangjából. És hogyha kijön, akkor a tél az rövidebb lesz, ha nem jön, akkor a tél az hosszabb lesz. És az a legérdekesebb, hogy a riporter, ő észreveszi, hogy másnap ugyanabban a városban ébredt, ugyanabban az ágyban, ugyanazzal az órával, és látszik, mindenki éli a maga kis életét, csak ő veszi észre, hogy minden ugyanúgy történik, mint előző nap. Magyarul nem ugrik át az óra, mindig visszaugrik a 24 óra legelejére. És meg kell nézni az illető reakcióit. Ezt nem tudom pontosan, hogy milyen lelkületű rendezőt csináltam, mert csak egy név számomra a rendező, de hogy volt valami zseniális átkattanás, amikor megírták ezt a filmet, az biztos. Ez oktató film. Tehát ahogy a karma működik, az ebben a filmben tökéletesen le van írva. Tehát ha te minden nap ugyanazzal a kudarc élménnyel, stb.-vel szembenézel, miért mindig ugyanarról az oldalról mész neki? Miért nem veszel fel egy másik nézőpontot? És ez a csákó, ez tobzódott, ez dühöngött, ez annyi mindent csinált azért, hogy ő megváltoztassa a világot, aztán elkezdte magát megváltoztatni, és így valami egészen érdekes létélménye lett, hogy mindig ugyanaz a nap történt, de ő mégis feltalálta magát előbb-utóbb. Tehát az a film, ahogy ő szépen halad ezen a nagyon rögös megismerési úton, és ezt muszáj megnézni, ha egyszer kollektíve van rá kedvünk, ezt meg lehet. Tehát nézd meg azt, hogy mi az, aminek te mindig neki mész, mint akadály, és miért pont akadályt csinálsz abból a jelenségből, vagy emberből. Nem lehet egy picit másik oldalról megközelíteni? Tehát nagyon sokféle módon lehet a kudarc élményeket kezelni, de ha megfelelő módon közelítesz hozzá, megszűnik kudarc élménynek lenni, és tanulság lesz. Uram, bocsá, erőt tudsz belőle meríteni, tanulságot tudsz levonni, meg tudsz változni, és ekkora kudarcból tanítás lesz. És ezt el lehet érni. Jó. Jó? Köszönöm. Szülőkről beszéltünk, ennek kapcsán jutott eszembe. Amikor a diplomamunkámat írtam, nagy szeretettel odaadtam a szüleimnek, hogy na, nézzétek, ez lett az, olvassátok el, és mit gondoltok róla. Fiam, én ezt elolvastam, de ebből egy szót nem értek. Ez volt a vélemény. Gratulálunk, nagyon ügyes vagy. Ez vicc miatt mondom el, amikor a legutóbb a darma beszédet meghallgatták, akkor körülbelül ugyanez volt a történet. Úgy, fiam, nagyon örülünk, hogy itt lehettünk. Egy szót nem értünk belőle. De hogy miről volt szó, annak én a 70%-át nem értettem. És tehát minden mellett, hogy átjön a rezgés, átjön az egésznek a hangulata, hogyan tudnám a szüleimet ahhoz hozzásegíteni, hogy akár fogalmi síkon, akár gyakorlati síkon valahogy még megkönnyítsem az útjukat e felé, vagy amennyire ők erre nyitottak, hogy a befogadáshoz valahogy meg tudjon történni. Rendkívül egyszerű. A kérdéseikre kell csak válaszolni.
te ne akard a diplomamunkáddal végül is elismertetni magadat, mert az úgy nem megy. A zent se próbáld meg lenyomni a torkukon, amennyire kedvesen és ugye jó akarattal teszed, még akkor sem, mert nem fog lemenni a torkukon. Tehát ezért kell igazából nyitottnak lenni, hogy ne akarjak tőlük valamit, hanem amit ők akarnak, arra megfelelő választ tudjak adni. És hogyha ez megtörténik, akkor ők megdicsőülnek, megboldogulnak, és azt mondják, hogy a lányuk ért minket. Érted? De nem fogják a diplomamunkádat azt mondani, hogy jó van, persze, gyönyörű volt, nem értik. Az ENT se értik. Nem is fogják. Tehát nézd meg, hogy amire nyitottak, amit szeretnének tudni, azt kell nekik adni, arra kell válaszolni, és akkor rendben van. Jó? Kettő kérdésem lenne, és már összesen három. Az egyik az, hogy kb. Mennyi ideig tart, amíg egy embernek a szívén a sáv begyógyul. A másik pedig az, hogy a kíváncsiság, így a világra, így a magunk megismerésére, mennyire gyógyító hatású? Gondolom nagyon. Persze, hát egyrészt az ember szívén a sebb olyan gyorsan gyógyul, amilyen gyorsan hagyja. A szív az képes az öngyógyításra, csak mennyire hagyjuk ezt. Néha az emberek sóval hintik be a saját sebeiket a saját szívükön, hogy még jobban vérezzen. És ez nem előnyös. Tehát van úgy, hogy az ember a saját sebeit mutogatja, és a saját sebeit mélyíti azért, hogy az még mélyebb tapasztalat legyen, de ez nem szükséges. Ezt abba lehet hagyni. És akkor a következő tapasztalás már valami más. És akkor újabb érdeklődés, újabb fókusz, újabb irány lesz, viszont a leckét megtanulja az ember, mert ugyanolyan sebet még egyszer magán nem ejt. Az biztos. De csak akkor, ha már eldöntötte, hogy ezt be akarja gyógyítani, vagy hagyja, hogy begyógyuljon. És hát ehhez az előfeltétel, hogy meglássam, hogy ez a seb az honnan jött. Tehát, hogy azt a kést, azt nem más fogta. Azt magunk fogtuk, saját magunk, saját magam, és engedtem, hogy az oda belemenjen. Néha még húztam is. Tehát nagyon fontos, hogy az ember a saját részét, a saját mozdulatát meglássa ebben, és azt szüntesse meg, azt iktassa ki. Mert a világ önmagában nem tehető felelőssé azért, ami történik velünk. Ez a nulla fokos viselkedés. Én tökéletes vagyok, nekem minden oké, én jól viselkedtem, a világ az a csúnya rossz világ, az mit csinált velem. Tehát a saját részünket, a saját mozdulatunkat lássuk meg ebben, és hogyha azt sikerül kiiktatni, akkor több olyan nem lesz. Jó? Ehhez kapcsolódóan. Igen, nekem megy, csak a mikrofon ilyen lassú pálya. Igen. Hogy így a sóval behinteni a szívet ezzel kapcsolatban, vagy erről jutott eszembe, hogy valóban én is sokszor azt látom, hogy benne vagyok egy szenvedésre teli állapotban, és valamiért ragaszkodom hozzá. És bár tudom azt, hogy ez csak egy döntéssel, vagy nem tudom, valahogy így azt mondhatnám, hogy oké, én ebből kilépek, de tovább szenvedek benne, mert valamiért ez egy ilyen, most ez, hogy egy kélyes érzettel tölt el, nem tudom elmondani, de egy ilyen, szóval néha így jó a szenvedés, de így idézőjelben, hogy lehet mégis ettől megszabadulni, illetve miért van ez? Ennek mindig egyéni oka van, ami a saját életemben keresendő, hogy miért pont egy ilyen típusú szenvedéshez ragaszkodom. Tehát, és ezt kéne megfejteni, és akkor tudnám azt mondani, hogy akkor most szevasz, és többet így, ilyen módon nem kívánok szenvedni. De azt hiszem, elég kérdést feltettem. Igen. Na most a kérdés az, hogy mi az, ami téged a szenvedés olyan fokára eljutat, hogy elég legyen belőle? Tehát fokozni kell esetleg? Még mélyebbre tolni, amitől már nem csak üvöltünk, hanem sikoltozunk, és a halálunkon vagyunk, és akkor elég. De van, akinek még akkor se elég. Inkább belehal. De nem szabadul meg a szenvedéstől. De van olyan, és az emberek többsége ilyen, azt mondja, hogy itt most ez a fájdalom ez elég volt, és most már ilyet többet nem kérek.
ehhez nem kell elemezni. Tehát a Buddha ezt úgy mondta, hogy ha meglőnek egy nyíllal, akkor nem kell tudni, hogy ez milyen fából volt, milyen íjjal lőtték ki, milyen toll van a végén, milyen nemzetiségű volt az íjász, hanem egyszerűen fogod, kihúzod a nyilat, az kész. Vannak, akiknek viszont nagyon fontos tudni, ha már kihúzta nyilat, hogy az milyen fából készült, milyen toll volt, ha már kihúzta. Csak ezzel vissza is tolja. Tehát a szenvedés az azért érdekes, hogy meg kell látni az okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját. Ez biztos. De ha elkezdem elemezni, amíg bennem van, addig még szét is vágom ilyen kis apró nyilakra, amelyek még beljebb mennek. Tehát ez az analízisnek a hibája. Elkezdem analizálni azt a problémát, amit még nem tudtam egyébként megszüntetni, a nem azonosulással, az okozatiság tiszta belátásával, a más irányú viselkedés felvételével. Mit csináltam? Elkezdtem intellektualizálni, elkezdtem gondolkodni róla, és még jobban meglátni a szenvedés okozatát, anélkül, hogy tettem volna bármit azért, hogy ez megszűnjön, és ekkor alakul ki a szuperokos ember, akit viszont a saját szenvedése teljesen a padlóra küld, és akkor valaki azt mondja, hogy kis szívem, mi baj van? Tudom, én mindent tudok. Én mindent tudok. És akkor miért akarsz elpusztulni? Nem tudom. Érted? Tehát minden tud a saját szenvedéséről, csak azt a mozdulatot nem tette meg, hogy megszüntesse. És vice versa ugyanígy működik, megszüntetheted úgy a szenvedésedet, hogy nem analizáltad szét magadat. Megláttad a kiinduló pontját, és ez a kiinduló pont mindig ebben a pillanatban van, mindig a téves nézetek és a nyomában fellépő vágy és harag nyomában van, és ebben a pillanatban tudod csak megszüntetni. A tudatnak egyetlen mozdulatával tudod megszüntetni, még ha több ezerszer kell elvégezni ugyanazt a mozdulatot, akkor is. Az analízis önmagában nem segít, és ezt nem csak nagy pszichiáterek, mint Jung mondta. Ez bebizonyosodott akkor, amikor különböző földrészeken különböző analitikusok belátták, és beszéltem magyar és korai ugye, analitikussal egyaránt, belátták, hogy körbejárnak. Körbejárnak. És az intellektualizálás csak kibontja, megmagyarázza, és bizony újra is termeli a problémát, mert azt a gondolatfolyamatot, azt az érzelmi folyamatot nem sikerült magad mögött hagynod, vagy felszámolnod, ami a szenvedés forrása. Tehát te tudhatsz mindent az elektromosságról, a villanymozdonyokról, a vonatközlekedésről, vagy a magyar államvasutak szervezeti felépítéséről, ha te odaállsz a vágányra, és így szembe jön veled egy V43-as, nem ugrasz félre, fasírt vagy, kész. És nem kell tudnod mindezekről semmit, csak hallod, hogy jön a vonat, és arrébb lépsz a vágányról. Vagy esetleg rá se lépsz, mert ott volt a sorompó, meg ez a két kis villagó piros. Ezeket nem szoktuk észrevenni. Hogy majd én megállítom azt a vonatot. Igen. Akkor az a bizonyos mozzanat, amikor lelépünk, vagy odébb lépünk, ez amikor belépünk a pillanatba, és kilépünk az úgynevezett intellektuális gondolati... illúzióvilágba. Dualisztikus illúzióvilágból. Igen. Kérdésem. Mi volt a kérdés? Hogy ez lenne az a lépés, amikor kilépünk? Ez a lépés. Tehát amikor elvágod a gondolkodást, akkor léptél ki belőle. És amikor elvágjuk a gondolkodást, ennek a következménye sokszor az, hogy kapcsolatokat is elvágunk. Engem ami érdekelne az, hogy... Biztos? Hát... igazából mindenki egy, úgyhogy valahol. Elvágtad a gondolkodást, nem biztos, hogy a kapcsolatot el kell vágni. Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen szintig lehet, vagy hogy kell elmenni, vagy radikálisnak lenni, mert sokszor lehet, hogy annyira mérgez valaki minket, hogy nem tudjuk máshogy azt kezelni, ezt a problémát. Akkor viszont nem csak a gondolkodást, hanem az érzést, az érintést mindent el kell vágni, és akkor viszontlátás teljesen. De ha csak a gondolkodással van a probléma, akkor nem kell gondolkodni egy kapcsolatban. Egy emberi kapcsolatnak egy nagyon kis része csak a gondolat. Sokkal több érzés, érintés, közös cselekvés és egyéb van benne. Nem kell szétgondolkodni egy kapcsolatot. Tehát nem kell állandóan
intellektuális nézeteket ütköztetni. Tudjuk, hogy nők és férfiak másképp működnek, másképp gondolkodnak. Nem kell, hogy valakinek mindig igaza legyen. Én ezt értem is. De ez amikor egy igazából, amikor már az a karma túlérett teljesen. Akkor le kell szüretelni, vagy pedig megrohad. Tehát ha megérett a karma, akkor nincs mese. Vagy megrohad, vagy le lesz szüretelve. Ezért nem kell emberi kapcsolatokat itt elméletbe leképezni, hanem itt szívben kellene egy picit érezni, hogy pontosan mi történik két ember között. És ha valaki ez a másik fél mondjuk egy olyan mély szorongásban van, hogy egyszerűen azt nem tudom én azt a helyzetet megoldani a legjobb lélekkel sem, csak azzal tényleg, hogy elkerülöm, azzal teszem el neki a legtöbbet, de másik oldalon meg én nekem viszont cipelem ezt ugyanúgy, mert valamilyen szinten felelősséget érzek a múltamért. Azért sem tudod megnyugtatni, azért sem tudod a szorongását feloldani, mert magad viszed a sajátodat. Tehát ha te nem vinnéd a sajátodat, akkor ezzel fel tudnád oldani a másik szorongását. Csak így. De volt olyan, hogy igazából én ezen már túlléptem, tehát te túllépted, de a másik azt nem. Nem, és reményt adott neki az, hogy én megint igazából úgymond helyes alapokra akartam hozni ezt a kapcsolatot, barátságot, vagy akármi mást. Úgyhogy, és ő azt ott is visszaélt vele. Szóval ilyen kapcsolatoknál én úgy gondolom, hogy hát oda jutok, ahol elején, hogy ott tényleg radikálisnak kell lenni. Egyes embereknek azt kell mondani, hogy nem, szevasz, és igen. Soha viszontlátásra. Igen, vagy? Van ilyen. Jó, köszönöm. Szívesen. A kapcsolatok az egy hihetetlenül izgalmas történet. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy két ember között a kapcsolat az vajon, mondtad, hogy nem csak verbális, és természetesen ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy ez hol kezdődik, tehát energetikailag valami, ami megjelenik két ember között, ezt hogyan lehet megfogni? Tehát van-e a zenben olyan, mint ahogy ismerjük ezt a négy minőséget, egyszer elmagyaráztad, de már nem emlékszem rá, hogy van-e vajon a két ember közötti kapcsolódásnak ilyen szintjei? Ami több ezer év kultúrája se zenében, se festészetben, se költészetben nem tudott adekvát módon megfogalmazni. Most gondolod, arra hogy én itt igen? Nem fogom. Nem. Tehát van olyan, hogy két ember egyszer megjelenik egy térben, és valami mágikus összehúzás van első látásra, sőt, még meg se látták egymást, de már ott van. Most mondhatnék ilyen szépséget, hogy hát, előző életbeli karmájuk eredménye, na, és az meg minek volt az eredménye? Tehát most ezzel nem mentünk sokra. Tehát mi az, ami két embert mondjuk így elképesztő módon összevonz? Nem már tudom. Már egy jobb kérdés. Nem tudom. Azt tudjuk, hogy a megfelelő ellentétek vonzák egymást, és az azonosságok pedig megtartják egymást, ezt tudjuk. De hogy mitől egy és még egy, ezt bízzuk a természet hihetetlen variációs képességére. Bízzuk a véletlenre. Bízzuk arra a spontán, gyönyörűséges pillanatra, amit nem tudunk megmagyarázni soha, de mindannyian megérezzük. És ez éppen elég. Na most a következőnél már észnél kell lenni, mert ennél a pillanatnál senki nincs észnél. Tehát ez egész biztos, hogy amikor ez a nagy kész, akkor ott senki nincs észnél, egyik sem, másik sem, mert pont az megy el. Az rendben van. De utána, miután elkezd az ember felocsúdni ebből az eléggé hormonvezérelt pillanatból, akkor a következőre kell rávilágítani. Ha ez az összehúzás egy közös életet, vagy kapcsolatot, vagy valamiféle komolyabb életközösséget eredményez, akkor ez a kettő egyé válik. Na, merre megy? Tehát itt egy hajóban készül evezni két ember, mert a kettejük erőtere megteremtette ezt a gyönyörűséges hajót. Merre megy? Ki a kormányos, ki az evezős, ki a kapitány, ki a matróz, ki főz, ki takarít, hát ezeket mind le kell rendezni, ugye? Ez egy sokkörös játék. Az első az az irány.
az a szomorú, hogy az irány szokott kiderülni utoljára, amikor már mindenki egymást akarja kihaigálni ebből a hajóból, akkor derül ki, hogy az egyik irány erre menne, a másik arra. Az egyik forgatná a kormánykereket erre, a másik arra. Az egyik balhézik, mert csak vitorlát húz, a másik azért, mert állandóan főz. Fedélzetet súrolni senki sem szeret, viszont mindenki rohan szivattyúzni, amikor éppen süllyedni készül a hajó, mert közös erőfeszítéssel neki mentek egy jéghegynek. Tessék lefordítani saját kapcsolatotokra. Tehát először az irány derüljön ki, és hogyha mindegyik a Fidzsi-szigetekre szeretne menni, akkor jó, akkor minden foglalkozás elvállalható. És az úgy megbékél. És rendben van. És ezt tényleg a lehető legnagyobb tisztassággal és együttérzéssel meg kell látni a másikban, hogy ő merre menne. És ha ez kölcsönös, akkor lehet közös irányt kialakítani, erről szólnak a hosszú és jó házasságok. Tehát, hogy végig tudnak menni azokon a fázisokon, ami a, most mondjam itt szépen a fejlődés történetet. Tehát a különböző stációkon, szakaszokon, amik egy párkapcsolatot ugye jellemeznek. És ezen változások közepette tudnak együtt maradni, és újra a szövetséget újra kovácsolni. És új irányt, és alkalmazkodást fölvenni. Na, mind a kettő fontos. De ennek nincs külön receptje. Tehát nincs leírva sehol, hogy ezt így objektíve hogy kell csinálni. Ezt mindig magunkból kell pillanatról pillanatra kihozni. És hogyha ez sikerül, akkor megvalósul az emberi kapcsolatnak ez a mágiája, hogy nem csak egyszer lettünk szerelmesek, hanem napról napra. Pillanatról pillanatra. És ez már nem olyan nagy durranás, mint a legelső ugye évben. Ez világos, hogy frekvenciát, intenzitást, mindent, de ott van. Ott van. És ez sikerülhet. Ez lehetséges. És hát ehhez kívánok mindenkinek sok jó erőt és egészséget, mert ezt nem könnyű kihozni egy életből. A legfontosabb magad számára az, hogy valójában cél-e egy ilyen kapcsolat az életedben. Mert ha hiszel benne, hogy ez a közös élet, az együttélés csúcsa számodra, akkor ebbe fogsz energiát tenni, és ezt fogod megvalósítani. De valójában ezen a világon nagyon kevesen tartják az ilyen típusú párkapcsolatot az ideálnak, hogy ez a non plus útra, és nem akarok tovább menni, nem akarok más típusú életet élni, stb. Stb. Ez főleg a modern világ gyönyörű opcióival és lehetőségeivel dúsult így föl, hogy egy rakás más életformát élhetsz, és nem kell, nem muszáj egy ilyen teljesen egymásra hangolódó, de rengeteg kompromisszumot, rengeteg önfeladást kívánó párkapcsolatban együtt élni. Ez lehet, de nem szükségszerű. Egy csomó más életforma lehet, amiben az ember úgy elketyeg. A legfontosabb az, hogy te miben hiszel. Mi az, amit számodra ideálisnak tartasz. És ez szerves összefüggésben van azzal, hogy miért születtél meg, és hogy tudod-e, hogy miért vagy itt. Mert ennek az egésznek a része az, hogy te milyen kapcsolatban élsz az emberekkel, vagy egy másik emberrel. Ha ezt látod, akkor bizton hihetsz abban, hogy a saját magad számára megfelelő kapcsolattípus, ez megjelenik. És ha untalan akadályokba ütközünk, és nem jelenik meg. De én akarom, de mégse, de én akarom. Ez valamiféle nem látásból, nem ismerésből fakad. Tehát nem ismertem meg magamat eléggé, nem láttam át, hogy nekem milyen kapcsolattípus kell, vagy milyen ember kell, és a többi, és a többi. Úgyhogy ezért kell nagyon tisztában lenni ezzel. És akkor ez a mágikus pillanat, ez nem csak egy atomrobbanás lesz, mert néha ilyen mindent letarol. Letarolja az előző kapcsolataidat, letarolja a családodat, letarolja a munkádat, letarol mindent. Hanem lesz belőle egy gyönyörűséges atomerőmű. A megfelelő hűtőberendezésekkel és egyéb ilyen szabályzókkal, hogy nehogy egy kicsikét is berobbanjon, leolvadjon, túlfűtse magát. Ugye? Megfelelően adja le szépen a hőt, és ez a megfontoltság, ez a bölcsesség, ez az együttérzés, ez lesz az, ami az atombombából atomerőművet csinál. Mert nem mindegy. A szerencsétlen környezetnek sem, hogy sugárszennyezésként létezünk, vagy pedig csak puszta hősugárzásként, az nem mindegy. Jó? Egy, nekem is egy ilyen mindennapi problémához szeretnék tanácsot, vagy praktikát, vagy technikát kérni, hogy ezen
hogyan boldogul ezzel. Nekem egy ilyen útválasztási kérdésem lenne. Még mindig küszködök vele, már itt 34 évesen is. És igen, tudom. Na most van vagy három út, amiben mind a háromban már már tettem le dolgokat, bármelyiket felkaphatom, mind a hármat szeretem, de mindegyik olyan, amit nem tudok a másik egyik mellett se csinálni. Tehát vagy csinálom, vagy nem. Uh-huh. De ugyanakkor, most, ha így mondom, akkor a lelkem mindegyikben benne van, és tudom, hogy azáltal, hogy az egyiket választom, a másik kettő valamely módon ki kell, hogy szakadjon belőlem. Na most nagyon ismerős probléma, mondja. És a döntésnek a kényszere most már erről a nyilakról jutott itt eszembe, ami most nem nézzük, hogy most ki lőtte ki, meg milyen vallású volt, hogy kezd lassan szemben. Azt nézzük, és... nem mindegy. Tudom. Igen, mondja. Hogy gyakorlatilag próbálom analizálni a dolgot, de nyilván ez csak az eszemmel, és a mihez kérdésem való meditálás nem igazán segít ebben. Akkor változtatjuk a kérdésre. Igen, gondoltam már rá, de sajnos az sem, mert mint ahogy mondtam, hogy majdnem, hogy így lehet elképzelni, hogy 33%, tehát teljesen egyenlő részben vannak bennem jelenés. Biztos? Na igen, ezen... Igen, gondolkodom, és megnézem, melyik legmélyebb ugyanis a gyökere. Az a javaslatom, hogy tényleg változtassunk a kérdésen, és legyen az a meditáció tárgya, hogy mi a legfontosabb. És hogyha ezen meditálsz, biztos, hogy ez a szigorú egyharmad, ez elkezd mozogni, és az arányok elkezdenek változni, és beáll egy olyan, hogy ez a legfontosabb, ez kevésbé fontos, ez pedig teljesen jelentéktelen. Ezen a skálán szépen be tudod lőni azt, hogy mi az, ami igazán kell. Teljes egyenlőség ebben a természetben nincs. Bennünk sincs. Ha teljes egyenlőség lenne ember és ember között, ugyanolyan arcuk lenne, ugyanazt a helyet foglalnák el a téridőben, magyarul nem különböznének egymástól, magyarul nem lenne kettő. Ha már kettőről beszélünk, akkor már nincs egyenlőség, mert az egyik itt van, a másik 50 centivel arrébb. Ez már különbség. Ez a tudatban is így van. Például, mi az, ami először eszedbe jut, amikor felteszed ezt a kérdést, hogy mi a legfontosabb? Nem fog egyszerre a három eszedbe jutni. Ha elég mélyen figyelsz, meglátod, hogy az egyik egy picit hamarabb jön, célfotó, 1000 másodperces célfotó, és akkor a másik egy 2000 másodperccel utána, és utána a konstruktőri VB-n a harmadik még pontot szerez. Ennyi. Tehát nézd meg, hogy melyik jön föl először, melyik marad meg, melyiket előzi meg a másik, melyik kap egy kis boxáthajtásos büntetést, tehát nem mindegy. És akkor ez későbben nem majd, tehát én nyilván értem, valamelyik ki fog ugrani, de aztán most mit tudom én, 5 év visszanézésével tudom, nem szabad a múltra. Lehet a múltra. Nyilván lehet. Úgy fogom érezni már az elején is. Lehet a múltat nézni, bátran csak ne veszél el benne. Azt tud, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő. Semmi más. És innentől kezdve, hogy ez a pillanat tiszta, nyugodtan lehet turnézni, múltban, jelenben, jövőben, nyugodtan. Csak ne vesz el. Van. De mármint, hogy megbánás szintjén értem, mert esetleg azt mondom 5 év visszanézésével, hogy oké, hogy ez volt a célfotós, de a másik most már úgy néz ki, hogy inkább arra kellene, hogy menjek. Hát ezért mondom, hogy ne a múltat vegyük alapul, hanem ebben a pillanatban mi a célfotóban az első. És hidd el, hogy azt elég mélyen gyakorlod, a múlt összes tanulsága egyesülni fog benne. Nem juthatok el egy olyan pontra, hogy a három körül fogok cirkulálni a következő 40 évben. De lehet. Ha ezt szeretnéd, akkor ez lesz. Nem szeretném. Döntöm akkor szeretném. Ne ez legyen. Tehát te azt mondod, hogy te nem azt szeretnéd, hogy a három körül röpködjél és cirkuláljál 40 éven keresztül. Ezt belül kimondtad, nem fog megtörténni. Mert már nem erre haladsz. Hát valójában megpróbáltam már követni azt, amit kérdeztem, amit mondtál, hogy mi most a legfontosabb, és az felhozta a 4. verziót. Jaj, de jó, ez gyönyörű, ez gyönyörű. Rosszul is lettem tőle. Látod? Ne tőle legyél rosszul, hanem hogy eddig nem tudtál a három között dönteni, és ott volt a libikóka. Attól legyünk rosszul. Feljött egy 4., ez gyönyörű. Tehát ezek annyira mi vagyunk, humanoidok, hogy ez valami páratlan. Három közül melyiked, na itt a 4. Nem semmi. Így eszik az ember. Így. Tehát én azt kívánom, hogy sikerüljön autentikus megoldást, autentikus választást találnod, és mindegyikünknek azt, hogy a teret, a hangot és a tudatot a lehető legtisztábban érzékeljük, azért, hogy egymás rezdüléseit és a világ rezdülését is a lehető legtisztábban tapasztaljuk,
elérjük azt a felébredést, amelyből az együttérzés és a kegyelem egyaránt következik, és hogy olyan kapcsolataink legyenek, amelyekben hiszünk, és egyáltalán ezen a világon azt csináljuk, amiért itt vagyunk. Ezt kívánok mindenkinek, a hitet, erőt és nagyon-nagyon sok közös gyakorlatot. Köszönöm a figyelmet!